Lászlót, a Sydneyben élő magyar nyugdíjast, aki különös hobbit választott magának. A forró ausztrál napsütésben a háza tetejéről kémleli az eget és filmezi az UFO-kat. Sok érdekes videót készített már, amiket aztán bemutatta különböző tévéműsorokban, így lett a magyar férfiból világszerte ismert és elismert UFO-kutató. Bár mindenkit meggyőző, cáfolhatatlan videófelvételt eddig még senki sem készített földön kívüliekről, mégis évről évre újabb és újabb filmek kerülnek elő, melyekről készítőik azt állítják, UFO-t láthatunk rajtuk. Most egy olyan embert ismerhetnek meg, akinek nem is egy, hanem rengeteg ilyen házi videója van. That's a UFO. Ezt el kell küldeni a híradóba, holnap este már mutatják a tévébe ezt. Kevesen tudják, hogy a világ egyik legismertebb és a földön kívüli hívők által legmeggyőzőbbnek gondolt UFO videóját egy magyar férfi, az Ausztráliában élő Novák László készítette. 10 évvel ezelőtt Budapesten találkoztam vele, most Ausztráliában járva újra megkerestem. Novák Lászlóra a festői Sydney egyik távoli külvárosában, saját házának tetején találtam. Ugyanis az Ausztráliában élő nyugdíjas magyar férfi, dacolva az errefelé igencsak veszélyesen tűző napsütéssel, szabadideje legnagyobb részét itt tölti. Nincs egyedül, 2 videókamerája, és olykor földön kívüliek biztosítják a társaságot. Az első felvételem is, ami volt 99. június 5-én, az innen Liverpool felől ment Wollongong felé. Tehát ott is nagyon sok UFO észlelések voltak. És egyenletesen mennek el egyformán. Ez az a bizonyos videófelvétel, ami bő egy évtizeddel ezelőtt hatalmas érdeklődés váltott ki világszerte. A valóban érdekes alakzatban repülő fénypontokat László videózta le. A felvételeket az ausztrál TV csatornák is bemutatták, és innentől kezdve nem volt megállás. Lászlóból világszerte ismert és elismert UFO-kutató lett. Meghívást kaptam hongkongi nemzetközi UFO kongresszusra. A nevemet világszerte ismerik. A YouTube-on 2 millió 400 ezer nézőm van. László oldala a legismertebb videós portálon egyfajta gyűjtőhelye lett az UFO híveknek. A férfi pedig tesz is róla, hogy legyen látogatottság. Néhány naponta biztosan feltesz egy-egy újabb videót. Ez például a legfrissebb egy különös égi jelenségről, amit már is sokan megnéztek és elemezgetnek. Ezt infrared filterre filmeztem, egy másodpercre ott meg fog állni. Figyeld meg, itten bejön egy kis pont. Az volt az is a UFO. Ott. És ne higgyék, hogy László lenne az egyetlen magyar a környéken, aki a természetfeletti jelenségeket kutatja. A szintén Sydneyben élő Kádi Attilához régi barátság köti. Együtt alapították például a Nyugat-Sydney UFO Szövetséget. Korábban Attila is filmezett UFO-kat, de néhány éve inkább paranormális tematikájú tévéműsorokat, illetve dokumentumfilmeket készít. It's gonna be a good night. Hogy jönnek lények más világról, ezt nem tudjuk. Szeretném azt hinni, hogy igen, hogy legalább valamilyen intelligenciai összekötetésünk van egy másik világrésze, vagy másik életformákkal, de az, hogy kézenfogható bizonyíték legyen, ezt még nem értük el. De irány vissza a földre, vagyis a háztetőre. László naponta több órát is képes itt fent tölteni. Azt mondja, UFO kutató szemmel házának teteje ideális megfigyelő állomás. Csak éppen, hogy egy kicsi felhő van, és kémlelem az eget, pásztázom a kamerával, és általában beszokott jönni. László tehát megingathatatlan lelkesedéssel kémleli az eget, és ahogyan mondja, aki keres, az talál is. Az UFO-k létezését alátámasztó, megcáfolhatatlan bizonyítékot már sokan sokfelé várják. Talán nem kizárt, hogy ez éppen innen, erről a háztetőről fog megérkezni.